Az ember az élete során rengeteg kapcsolatot épít fel, vannak benne komolyak, amelyeket egy életre szán, legalábbis azt látja benne, de ott vannak a meglepetések, amelyek után jön a csalódás, a válás, az összeomlás. Különös jelenség az élet, mindenki üldözi azzal, hogy jobban szeretnéd csinálni, de nem jobban kell csinálni, hanem jobban megérteni. Az eredmény azonnal látványos lesz. Túl nagy teherként élik meg az emberek, hogy egymással megfelelő életet éljék. Elvárják maguktól, elvárják egymástól, elvárják tőlünk a szülők, a nagyszülők, a barátaink, az üzlettársaink, a társadalom, az állam, az egyház, mindenki elvárja, pedig igazából senkinek sem egy. Az ok egyszerű, nem azt nézed és nem is azt látod, amit kell. Ha mégis, akkor félreérted az egészet, nem teszed helyre a dolgokat, másképp értelmezed a jelenségeket, a jeleket. Ez okozza a zűrzavart, ez okozza azt, hogy egyszer valami össze fog dőlni. Lehet, hogy mindent jól csináltál, de elég csak egyetlen egy félreértés, egyetlen kicsi kis mozdulat, ami nem odavaló, és már is néhány év múlva nem fog stimmelni az egész kapcsolat. Az ok, amiért nem működnek ezek a kapcsolatok, vagy tönkre mennek, nem más, mint hogy összekeversz kettő nagyon fontos dolgot, ami egy teljes boldog élet leéléséhez szükséges. Az egyik, hogy feltételeken legyen annak, hogy ti találkozzatok, hogy ti együtt lehessetek. A másik, hogy az együttléteteknek értékteremtőnek kell lennie, de legalábbis meg kell jelenjen az egyikötök élete a másik életében, mint valamilyen értékes, a későbbiekben nem elhanyagolható dolog. Tehát tisztázzuk, hogy mik az értékek és mik a feltételek. Az egyik szombat reggelizni mentünk MS-ével, és pont erről készítettem egy jegyzetet, ebben bővebben kibontom, ez következik most. MS-e azt kérdezte tőlem, hogy buta-e, mire az én tudományos válaszom, hogy ugyan drágám, miért gondolod ezt? Hát mert hogy ő nem rakja ki a bűvös kockát és sose jönne rá. Igen, hát nem az ő dolga kirakni a bűvös kockát. Az az én dolgom is, minek egy családban két bűvös kocka kirakol, az egyiknek mosogatnia kell. Én például nem tudnék rájönni, hogy kell gyorsan elmosogatni és hatékonyan, nem 60 lehektó vízzel egy poharat. Szóval, miért annak az emberek együtt? Azért annak az emberek együtt, mert vannak feltételek, amiért együtt lehetnek, és vannak vonzó dolgok, amik értékek, és ezek majd későbbiekben is együtt tartják őket. Különbséget kell tudni tenni a feltétel és az érték között. Ilyen például a feltétel az, hogy egyáltalán találkozzatok időben, térben, bárhol. Tehát neked ott kell lenni földrajzilag azon a helyen, abban az időben, és a másiknak is ott kell lennie. Ettől még nem fogtok beszélgetni, hiszen ha most így körülnézünk, megszegve minden GDPR szabályt, ha körülnézünk, akkor ugye azt látjuk, hogy rengeteg ember itt van együtt, mégsem házasodok meg senkivel, akik itt vannak, pedig még van templom is egyébként, tehát megnyitva is van 1500 forintért, be lehet menni. Szóval a feltételekből elegendő mennyiségkel és elegendő feltételekkel ahhoz, hogy létrejöhessen valami, például ha két ember együtt él, és valamilyen kapcsolatba kerülnek egymással, akkor annak az egyik feltétele például, hogy az egyik kitalálja, hogy a nehéz helyzetekben mit kell csinálni, a másik meg a nehéz helyzetekben operatív elvégzi a dolgokat. És akkor, amikor ez a két ember mondjuk összeveszik, most ezt nem fogjuk prezentálni ezt a példát, de mondjuk adok egy maflás, tehát összeveszik, sikics. Akkor egymás fejéhez vágják azt, hogy igen, mert én mostam rád, igen, mert én takarítottam, igen, mert én a gyerekekkel voltam, én meg akkor a fejéhez vágom, hogy igen, mert te hárommal többet szültem, mint amit csináltam, igen, mert mit tudom én, mit csináltam, nem találtam semmit, amit én csináltam példának. Igen, mert én kihúztam a családot a szarból. Igen, mert... Na szóval biztos, ha kutakodunk, vannak értékeim. Szóval a lényeg az, hogy,
hogy ezek a feltételek, ezek nem értékek. Na nézzük egy kicsit érthetőbben a dolgot. Feltétel például az, hogy két ember együtt legyen, hogy az egyik például el tudja tartani a másikat. Ez egy feltétel. Ez nem érték. Tehát ezt nem lehet a későbbiekben oda mondani, hogy ennek van értéke. Ez genetikailag nem megfogalmazható. Ezt a gyerekeidnél nem fogod tapasztalni, hanem csak azt fogod tapasztalni, hogy jól éltetek, és az az ember ezt megteremtette, és neked szükséged volt erre, mert te pont nem vagy képes megteremteni ezt, vagy más a dolgod, mert egy tudós gondolkodású vagy éppen családcentrikus vagy, tehát te tudod a szíved belerakni a családba. A másik ember, aki pénzt keres, pont ezt nem tudja megtenni. Tehát az értékek azok mások lesznek. Az értékek lehetnek olyanok, ahogyan szeretitek egymást. Nem, hogy szeretitek egymást, hanem ahogyan szeretitek egymást. Az érték lehet az, amilyen szépséget megláttok a másikba. Az érték lehet a kedvesség, vagy az érték lehet az a türelem, amivel felülemelkedsz a saját életeden, és a másiknak adod a figyelmedet. Ezek értékek, ezek azok, amikkel hosszú távon lehet élni. A feltételeket nem szabad összekeverni az értékekkel. Tehát nem lesz érték az, hogy gazdag vagy, nem lesz érték az, hogy szép vagy, nem lesz érték az, hogy 190 cm magas vagy. Ez a feltétel ahhoz, hogy kompatibilis legyél egy másik emberhez, ettől lesz egy fizikai vonzalom. Az értékrendszer lesz az a kölcsönhatás, amely egy másik gyengébb kölcsönhatás, vagy éppen erősebb, csak hosszú távon hat. Ha megnézzük, hogy az életben milyen példát találunk erre, akkor egy nagyon egyszerű modellt lehet megérteni, hogy van egy kölcsönhatás például két mágnes között nagyon jól érzékelhető, de ott van a gravitáció, amit te nem érzékelsz, viszont tapasztalod, és sok ezer év kellett ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a gravitáció. Persze evidenciában használjuk, hogy állunk a talpunkon a Földön, sőt, ha elfáradtunk, akkor fekszünk, semmiképpen nem lebegünk valahol a levegőben. Tehát ez egy hosszú távú kölcsönhatás, és van az a vonzás, mint a elektrostatikus vagy a mágneses vonzás, amely rövid távon és a közelben hat. Tehát ugye a gazdag feleségedet vagy a férjedet rövid távon és közelben tudod jól használni, legalábbis a pénzét és a bankkártyáját. Viszont az értékeket hosszú távon kell fenntartani, mint például a szeretetet, a tiszteletet és bármi olyasmi, ami kialakul egy kapcsolatban. Tehát ne lásd értéknek azt, ami feltétel, így nem fogsz csalódni, így minden a helyére kerül.